Rio nyakkendője, Casanova átváltozásai, a Rács két oldala, és ez csak három kötet Balázs F. Attila életművéből, amely az alapja Bakonyi István, a költő, író, műfordító munkásságát elemző Áradó versbeszéd című most megjelent kötetének. A Szénatéri Könyvtárban megrendezett esten az irodalom barátai ezúttal személyesen is megismerhették a felvidékről érkezett irodalmár sokszínű munkásságát. Érdemes figyelnünk, én azt hiszem, azokra a jelenlegi országhatárunkon túlélő, vagy onnan származó irodalmi alkotókra, akik meghatározók a mai magyar irodalom, az egységes, egyetemes magyar irodalom szempontjából. Arról nem is szól, hogy Balázs F. Attila nagyon sokat tesz a testvérnépek költészetének megismertetésért, hiszen műfordítóként is nagyon jelentős az életműve, és arról is szólhatnánk, és szólunk is, hogy szerte a világban ismertek a művei. A hangulatos diskurzusban Elsimon László kiemelte, bár a hazai irodalmi kánonban még kevéssé ismert az erdélyi gyökerekkel rendelkező jelenleg a felvidéken élő irodalmár, de a székesfehérvárihoz hasonló találkozók bizonyosan megerősítik az olvasókat is. Bakonyi István arra tesz kísérletet, hogy közérthető nyelven, olvasmányosan megközelítse ezt az életművet és az életutat is. Azért mondom, hogy az életművet is, meg az életutat is, mert nem csak magukról a megjelent könyvekről, művekről ír, hanem minduntalan életrajzi motivumok is előbukkannak a kötetből, illetve a konkrét könyvek elemzésén túl a könyv egy beszélgetéssel zárul, ahol kifejezetten a Balázs F. Attila műfordítói tevékenységére fókuszálnak. Balázs F. Attila, aki meg annyi elismeréssel büszkélkedhet, többek között az Európai Tudományos Művészeti és Irodalmi Akadémia költészeti díját is átvehette, nagyon sokat tett szerte ágazó irodalmi munkásságával azért, hogy a Kárpát-medence magyar nyelvű irodalmának gyökerei eljussanak az olvasókhoz. Nyilvánvaló, hogy bárhol él az ember, a helynek is van hatása a személyiség fejlődésére, de én valahogy úgy éltem ezt meg, hogy Erdély, Felvidék, Magyarország, a bátyám az Vajdaságban él, hogy tulajdonképpen úgy belakjuk a régi Nagy Magyarországot. A beszélgetés hangsúlyos elemei a magyarságtudat irodalmi eszménye, a magvas gondolatokkal átszőtt jövőkép minden esetre átfogó és elgondolkodtató alapvetésekkel ajándékozta meg az est résztvevőit.